A kiállítás megnyitására elsőként Miszlivecz Ferenc szociológust, történészt kérem. Hölgyeim és uraim, tisztelt egybegyűltek és kedves kollégák, barátok és főleg kiállítók! Szegő György igazgató úr fölkért arra, hogy nyissa meg a második nemzeti építész szalont. Hát elvállaltam, ezért vagyok itt, ezért most önöknek el kell viselni engem egy pár percig. A lenyűgözően gazdag és sokrétű kiállítás részben megfogalmazott, részben rejtett kérdése közösség, egyén és építészeti viszonya a jelenben és a jövőben. A közösség kérdései nagy átalakulások idején különösen izgalmasak. Ahogy a katalógus bevezetője fogalmaz, a mostani szalon tükre annak a globális átalakulásnak, amit szokás nagy széthullásnak, hidrafejű válságnak vagy nagy interregnumnak is nevezni, ahol a régi már nem érvényes, az új pedig még nem tudott kibontakozni. Hankis elemérrel a bizonytalanság új korszakának neveztük el, ahol fogalmaink is érvényüket vesztik, és korábbi bizonyosságaink kétértelműségeké foszlanak, ahol az új gondolatok megfogalmazásához új nyelvre és szókincsre van szükségünk. Létezésünk szűkebb és tágabb kerete Közép-Európa 1989-el egy új korszakba került. Azt gondoltuk, hogy ez a megérdemelt szabadság korszaka lesz. Az első és a második világháború perspektíva vesztései után újra tágasabb lett a tér, a szó mindenfajta értelmében elgondolkodható, hogy megfelelően tudtunk-e, s főként tudunk-e a jövőben mozogni ebben a tágasabb térben, vagy divathullámok megkésett lovasaiként igyekszünk csupán a felszínen maradni. A szabadság félelmetes, legtöbben félünk is tőle, meg kell fizetni érte, a szabadságnak ára van. Ebben az új, anarchikus, kaotikus világállapotban, amikor a világrendszer már nem képes visszatérni egyensúlyi állapotába, új tér nyílik korábban perifériális szereplők számára, immár globális dimenziókban. Kérdés, hogy 30 év botladozásai után képesek vagyunk-e, elkezdhetjük-e felmutatni tágabb és szűkebb hazánk Közép-Európa perspektíváit magunknak és a világnak. Képesek vagyunk-e létrehozni, ha teszik felépíteni a 21. század helyi közösségeit. Az emberi közösségek képessége a külső és belső együttműködésre és szolidaritásra kulcskérdése minden nagy átalakulás sikerének. Nem véletlen, hogy a mindennapi emberi tevékenység legkézzelfoghatóbb, ugyanakkor leginkább spirituális formája az építészet művelői keresik legmeggyőzőbben és legérzékenyebben az új válaszokat. Dogmák alkonya. Az elmúlt bő negyed század alatt nagyon sok mindennek vége lett. Legalábbis az uralkodó közbeszéd szerint a történelemnek, a szocializmusnak, a kommunizmusnak, a neoliberalizmusnak, szabadpiaci dogmának, az építészetnek, legújabban a demokráciának, a nyugati civilizációnak, nota bene, az Európai Uniónak, és így tovább. A vészharangokat legtöbbször az ijegység, a csömör és az újrakezdés vágya inspirálja, kongatja. Aminek vége van, az általában azonban a dogmatikus hit valamilyen sokáig általános érvényűnek tetsző eszmében, ideológiában, teorémában, az egyenlőség elvében, egy nemzet megmentésében, a társadalom felemelésében, a szabad verseny alapuló fejlődésben, a technika és a tudomány végső megoldásaiban, és így tovább. Szerencsénkre a legveszélyesebb dogmáiból kigyógyulóban van az emberiség, Európa magja, kihűlt tűzhányó, de mindez sajnos nem jelenti, hogy ne kellene tovább vergődnünk régi dogmáink hálójában. A 90-es évek elején világhíres tervezők az építészet végéről beszéltek, új pillanat az építészetben. Tanakodva, érzékelve a kiürülést, a megrendelők által definiált kényszerpályákat, új programot és kiutat keresve eljutottak a komplexitás fogalmáig. Olyan építészetet vizionáltak, ami a meghatározhatatlannal is foglalkozik, transzcendens dimenziói is vannak. Mindennek a lényege, mondták, nem az, hogy mindezt elmagyarázzuk, hanem hogy felfedezzük. Tom Main, Wolf Prix, Zaha Hadid nyilván ismert nevek önök előtt. Korszakunk az egymást érő újrafelfedezések, újradefiniálások korszaka, a találjuk ki világa, a dogmák alkonya, félelmetes és felszabadító.
A veszélyek megsokszorozódása az alkotók világát önvizsgálatra készteti, előtérbe kerül az igény és a törekvés a társadalmi hasznosságra és legitimációra. A megrendelő egyre inkább a válságba sodort társadalom, a nagy befektetők, mecénások a társadalmi felelősségvállalás nyelvét próbálják beszélni, ami nem azt jelenti, hogy ez azonos annak a gyakorlatával. A megdönthetetlennek hitt dogmákkal szemben előtérbe kerültek a közösség igényei, a fennmaradás, alkalmazkodás, a reziliencia szempontjai, egy újfajta átfogóbb szolidaritás, törődés van kibontakozóban. A doktrinák hiteltelendése miatt mellett ebben nyilván szerepet játszik a túlélési ösztön és előrelátási képességeink megnövekedése. Ez a törődés belső indítatású, felismeréseinken alapul, nem az államszocialista vagy jóléti állam felülről jövő gondoskodása vagy egyéb ideológiai indítatású jótékonykodás. Törődés és közösségi építészet a Creative Commons megjelenése. A most nyíló építészeti szalon bőven kínálja az újra fogalmazott közösségi szerepvállalás meggyőző példáit. Új, üdítő elem a kiállítótérben a nyíltan vállalt közösségi tudatosság, a tervező és a helyi közösség kölcsönös felelőssége a természeti és épített környezetért, ami jó eséllyel válik kulturális örökségünk részévé hosszú távon is. Erős hozzáadott érték a szolidaritás explicit jelentkezése, a kesztyűfölvétel a természeti gazdasági társadalmi rombolás erőivel szemben, akik sajnos gyakran egymás kezére játszunk. Hogy a végeken kezdjük, ilyen vadász orsolyáék gánai szociális óvodája, iskolája, ami nagyon új szín volt Magyarországon. Körösi Csoma szobájának projektje Tibetben. Herceg Ágiék kaláka produkciója Erdélyben. Pozsár Péterék Hello Woodja, ami remélhetőleg az Európa Kulturális Főváros pályázat keretében a Balaton felvidéket is segíti felvinni a globális és európai radar képernyőjére. A debreceni szállítóműhely, a fogyatékkal élő gyermekek perváli építőtáborai, a soproni építész invázió inspiratív szemináriumai, a helyi társadalom bevonásával készült teleki téri rehabilitáció, az orfűi pészek program, az elhanyagolt Kisztabad közösségi térré varázsoló körkörös stég kapuvárott, az erdélyi hídépítés kalákában, a Markóczi közösségi gyümölcsföldolgozó, a MÖMA, a MOME Ecolab felhőgyára Bódvalenkén, a főként roma kisebbséget foglalkoztató összekapcsoló Monori briketszárító, a munkát és feltöltődést egyetlen flóban egyesítő Prezi élményirodája, az építészetet az oktatási kreatív újszerűséggel összekötő projektek a 8-as teremben, kérem mindenképpen nézzék meg. Ezekben a megvalósulóban lévő folytatólagos kezdeményezésekben, Plessantal szellemében szétválaszthatatlanul egybefonódik a közösségépítés, az oktatással, tanulással, társadalmi felelősségvállalással és egy újfajta, mifelé még kevéssé elterjedt szolidaritással. De ugyanez a közösségélmény törődés és szolidaritás gyógyítási szándék árad a pannonhalmi Szent Imre hegyre álmodott kápolnából, Jankovics Tibor badacsonyi Szent István kápolnájából, a felújított templomokból, Debrecen Józsa, az Erzsébetvárosi gettó emlékfalából, vagy a volt Tokaj melletti Kapicsbánya helyén tátongó űrt betöltő zenei és művészeti arénából, és még mondhatnám a neveket a végtelenség. Alkotó művészek örök belső feszültsége individuális szemben a közösségével. Ez a feszültség feltehetően sohasem fog megszűnni. A hangsúlyok és arányok azonban eltolódhatnak, most is egy ilyen hangsúly eltolódás folyamatában vagyunk, de figyelnünk kell rá, hogy a társadalmi igény és annak felismerése ne váljék dogmává. A törődésnek az alkotó és a befogadó egyéni meghatározottságára is ügyelnie kell, az egyéni vágyakat, félelmeket, szorongást a haláltól, az elmúlástól, az élet értelmetlenségétől túl sokáig hagyták figyelmen kívül a társadalom tudományok és a rájuk épülő közpolitikák. Hank is elemért talán legnagyobb tudományos tette a társadalom tudományok egzisztencializálására tett erőfeszítése volt. Az állam, a piac, a pénzdogmái, a technikai forradalmak elembertelenítési kísérletei által magát meghatározni nem engedő szabad építőművészet, ahogy általában a szabad gondolkodás nem hagyhatja figyelmen kívül az individualitás szempontjait, együtt kell élnie ezzel a remélhetőleg megtermékenyítő belső feszültséggel. A közösségi gondolkodás és társadalmi törődés
előtérbe kerülése az építészetben nem csupán izgalmas és pezsdítő fejlemény, de számos pozitív, nem kalkulált eredménye is lehet elsősorban a városok által kínált sűrű társadalmi és épített örökség tereire és a bennük élőkre gondolhatunk. Arra a számos stagnáló, vagy kiürülőben lévő kis- és középvárosra, és elhanyagolt településre, vagy akár mikrorégióra, amelyek már csak átfogóbb integrált fejlesztési tervezési szemlélet segítségével tölthetők meg újra élettel és a fenntartáshoz szükséges dinamizmussal. Mindez elvezethez a sok évszázados főváros-vidék viszony kiegyensúlyozódásához. Egy alulról és belülről demokratizálódó, békésebb és együttműködőbb társadalom kialakulásához. A városok, különösen a történelmi városrészek, gyakran sűrű társadalmi terek, beszédesek, ha képesek vagyunk megszólítani őket, elmondják azt, ami volt, ami lehetett volna, és talán azt is, ami még lehetséges. Az elmélyült ihletettségű helyszíneivé válhatnak, ahol szárnyal az inspiráció, ha képesek vagyunk megérteni. És ezt a képességünket leginkább az építészet új útjait járó, társadalmi terekben gondolkodó építész generációk teremthetik meg számunkra, így kapcsolódhat össze a konkrét és precíz tudás a még meghatározhatatlannal. Kulturális, vagy inkább interkulturális örökségünk felfedezése komplex identitásunk megerősödésével. Nagyon hálás vagyok ezért, hogy itt lehetek, önök pedig büszkék lehetnek a szalonukra. Amikor először hallottam Szegő Győrtől a szalonról, rögtön elképzeltem, 5 éve lehetett, rögtön elképzeltem süpedő foteleket, bárzongorát, bárzongoristával, beszélgető sarkokat. Remélem, hogy ami készség az nem múlik, és a második nekifutása, igazgató úr, sikerülni fog. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon sok inspirációt. Ennyi szellemi gyóanyaggal, hadd mondjam még a végén, csinyán kell bánni, óvatosan, okosan, körültekintően, továbbgondolásuk, alkalmazásuk, a tervek továbbfejlesztése, kritikus újragondolása, nagybultú szalon kompetenciáját igényli. A tér fizikai értelemben adott. Perspektíváink tágulóban. Arányérzetünk még javulhatna, de talán jó úton jár. A termekben szikrázik a tehetség, a kreativitás és az igény az együttteremtésre. A szalon nyitva, hölgyeim, uraim, tessék belépni csak bátran, de először hallgassanak meg valakit, aki nálam kompetensebben fog mindenről szólni. Köszönöm szépen!